Mi ez a marhaság, hogy a garaterapeuták az alacsony vérnyomásra ugyanazt ajánlják, mint a magas vérnyomásra? Egyszer nekem egy nyugdíjas rendőrtiszt azt mondta, hogy ez egy baromság, ilyen nincs ez. Én meg akarom vele etetni ezt a hülyeséget. Ezt úgy hívják, hogy adaptogén hatás. Van néhány adaptogén gyógynövény a világon, közöttük a ganoderma. A ganoderma adaptogén hatása azt jelenti, hogy ez a gomba, ez akkor ott és annyira hat, amennyire ott az adott pillanatban erre szükség van. Tehát valóban képes arra, hogyha valakinek alacsony a vérnyomása, mondjuk, vagy bármilyen értéke alacsonyabb, mint a természetes vagy a normális, azt megpróbálja megemelni, ha meg magas ugyanez az érték, azt meg megpróbálja lehúzni. Mindenképpen arra törekszik, hogy a zöld tartományban, a természetes, egészséges tartományban legyen az az érték. A tudománynak mindez idáig nem sikerült ilyen precizitással dolgozó, mesterséges készítményt létrehozni. Ez az, ami nagyon fontos, hogy megértsd, hogy a ganoterápia, vagy a ganoderma, vagy a többi gyógygombák, azok így hatnak. Nem úgy hatnak, mint az akadémikus orvoslás gyógyszerei, hogy egy irányba, és mindenképpen abba az irányba. Tehát, hogyha te egy vérnyomás csökkentőt elkezded szedni, akkor teljesen leviszi a vérnyomásodat, akármilyen szintig, nem tudom meddig, míg el nem ájulsz. A ganoderma ilyet nem csinál, akár mennyit szedsz belőle, ha magas a vérnyomásod, akkor is csak addig fogja levinni, ameddig az normális, annál tovább nem tolja. Vagy ha alacsony, akkor sem fogja 200-ig feltolni, hogyha sokat szedsz belőle, hiszen adaptogén, érted?